Ferencváros idősügyi koncepciója 2012-ben indult útjára, 2013-ban és 2017-ben idősbarát önkormányzat díjjal is elismert program, fontos tényezője, hogy minden rendezvény ingyenesen látogatható. Képzések, ismeretterjesztő és egészségmegőrző előadások, klubok, kulturális programok, sportesemények mellett Ferencváros önkormányzata a szociális támogatások kiterjesztésével is segíti a kerület időseit. Az évek alatt pedig folyamatosan bővültek a programok. Ladányi Erika idősügyi koordinátor a programok sikereiről beszélt stábunknak. 2019-es év nagyon gazdag volt programok területén, számos különböző félefajta programra került sor. Nem szeretném egyesével őket felsorolni, hiszen nagyon-nagyon sok van, de amit mindenképpen kiemelnék ezek a programok közül, hogy első alkalommal került megszervezésre a Teljességfesztivál. Ez a fesztivál azt gondolom, hogy leginkább az idősekről szólt. Ez volt legalábbis a cél, bízom benne, hogy ezt sikerült elérnünk, és abban is bízom, hogy a jövőben lesz majd második, harmadik és akár 23. fesztivál is. Nyilván színházi előadásokban is gazdag volt a programkínálat, de a sport területén is voltak újítások, és hiszem, hogy a jövőben majd sikerül szintén új és változatos programokat biztosítanunk az időseknek. A Minden Tudás Akadémiája, meg volt rengeteg ilyen előadás, ezeket megtartjátok, tervezitek, hogy a jövőben is legyenek? Hát ami rajtam múlik, az természetesen erről fog szólni, hogy a folytonosságot megpróbáljuk biztosítani a jövőben. Én azt gondolom, hogy erre a szándék és az akarat is egyértelmű. Hiszem azt, hogy nagyon sok ötletet fogunk tudni újra beemelni a programok közé. Várjuk az idősektől ezeket az ötleteket, hiszen nekem az okoz örömet, ha őket látom boldognak ezeken a programokon, és hogyha minden olyan programot meg tudunk valósítani, amit ők szívesen látnának a kínálatunkban. Tapasztalatok alapján mi volt az eddigiekben a legkedvesebb a számukra? Melyik programok? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, nem tudom, hogy mit tudnék kiemelni. Azt hiszem, hogy a Teljességfesztiválnál elértünk egy olyan részvételi számot, amire méltón lehetünk büszkék, így, hogy első alkalommal került megrendezésre. De akár az egészségnap keretében zajló programok, ugye az egészségnapon is számos egyéb tartalommal töltöttük meg ezt a rendezvényt, azon felül, hogy ingyenes szűrések voltak, különböző előadásokkal gazdagítottuk még azt a napot, hiszen az egészség az nem csupán szűrésekből áll, hanem minden ehhez kapcsolható egyéb dologgal is, akár a sportprogramokkal is. Amiben egészen biztos vagyok, hogy nagyon népszerűek azok a sportprogramok. Többek között a gyógytornánál értük el azt, hogy meg kellett már dupláznunk a gyógytornák számát, hiszen olyan népes volt, és annyian sokan voltak, hogy a tornateremben már szinte be se féltek az idősek. Ebből adódóan jött egy olyan határozat, hogy akkor nyilván a hétfői Ferencvárosi Művelődési Központ pontban megszervezésre kerülő gyógytornák számát megduplázzuk, úgyhogy most már egy héten kettő ilyen foglalkozásra is sor kerül. De szeretném kiemelni még a tanfolyamokat is, hiszen ezekről viszonylag ritkán beszélünk, de nagyon sokakat érint, és nagyon sokan jönnek ezekre szívesen, akár a számítógépes tanfolyamokról beszélünk, akár a nyelvtanfolyamokról. Ezek a tanfolyamok folyamatosan zajlanak, és most az ünnepekkel nem érnek véget, tehát nem egy teljes iskola évet felölelő programokról beszélhetünk, úgyhogy egészen áprilisig folytatjuk, április végéig tartanak majd a számítógépes tanfolyamok, a nyelvtanfolyamokat pedig május végéig megtartjuk. Akkor ha jól értem, januárban sem álltok le, januárban is lesznek programok? Nem, de hogy is semmiképp sem állunk le, dübörök tovább ez az idősügyi program kínálat, bízom benne. Hiszem azt, hogy a jövőben számos új tartalommal fogjuk tudni bővíteni. Nekem nagyon sok ötletem és elképzelésem van még ezen a területen, és remélem, hogy erre lesz is majd alkalom és lehetőség megvalósítani, de akár a kívülről és másoktól érkező ötleteket is ugyanígy nagy örömmel fogom fogadni, és nyilván azon fogok dolgozni a jövőben, hogy ezeket is megvalósítsam. Ferencváros önkormányzatának nevében, a magam és munkatársaim nevében is kívánok mindannyiuknak békés, boldog, áldott karácsonyi ünnepeket, és azt gondolom, hogy az új évre a legfontosabb az egészség, úgyhogy mindenkinek nagyon jó egészséget és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok.